A 2015-ös év szenzációja az afrikai elefántborjú születése volt. Az országban csak a Nyíregyházi Állatparkban látható afrikai elefántbébi igazi kedvenc, hiszen a vendégek a fogantatástól végigkísérhették fejlődését, még nevet is a látogatók javaslataiból választottak neki gondozói. A Kitó nevet kapta, ami szuahéli nyelven féltett gyermeket, drága kincset jelent. A kis ormányos kiváló egészségnek örvend, Kwanza, a mamája, féltve vigyázza minden mozdulatát kicsinyének. Szépen cseperedik a márciusban született törpeviziló is. Ennél a fajnál fogságban valamiért sokkal több nőstény születik, így nagy volt az öröm, hogy egy kis bika látott napvilágot a Nyíregyházi Állatparkban. A park ázsiai élővilágát bemutató területén egy két pupu tevecsikó jött a világra. A pici különlegessége, hogy míg az anyaállat barna színű, a kis kanca az apja színét örökölve fehér bundájú. Érdemes hosszasan elidőzni a kifutók előtt, hiszen akár egy állat születését is végignézhetik a látogatók. Ez történt a Borjúfóka medencénél is. Borjúfóka tenyésztapatunkban 10,5 hónapnyi vemhesség után született meg a legifjabb apróság. Bár alapvetően a fajra az a jellemző, hogy vízéletmódot folytat, ott érzik igazán jól magukat, mégis a szárazföldön hozzá világra kicsinyüket. Ez történt itt a Nyíregyházi Állatparkban is, ahol ráadásul a vendégek is végignézhették az apróság világra jövetelét. A pici 60 centi testhossza 8 kg-mal született, és most fél évesen már megháromszorozta testsúlyát. A gondozóktól a Bonifác nevet kapta, hiszen anyja Böbe, apja pedig Benni névre hallgat. A világ legnagyobb macskáinál is kopogtatott a gólya. Szibériai tigrisek születtek még 2015-ben a Nyíregyházi Állatparkban. A két kis kölyök, Kátya és Vladim, míg 2 hetesen 2,5-3 kg-ot nyomtak, ivar érett korukra, pár év múlva, akár a 300 kg-os súlyt is elérhetik. A park Viktória házában császárbajszú tamarén ikrek is láthatóak. Már ismerkednek a külvilággal, az anyjuktól egyre távolabb merészkednek a bajuszos majmocskák. Különleges ritka állat, sörényes hangyász is napvilágot látott a Sóstói parkban. A kis hangyász világra jötte után 20 perccel, már anyja hátán lovagolt, és 8 hónapos koráig ideje nagy részét ott tölti. Mivel színezete ugyanolyan, mint az ivar érett állaté, anyával jóformán egybeolvadva rejtőzködik, így marad észrevétlen a természetben a ragadozókkal szemben. És napvilágot látott az andok világának első újszülöttje, a park legújabb épületében, egy számukra kialakított baba-mama boxban lakik a tapírmama kicsinyével, a nagy közönség tavasztól láthatja őket.